Halli, sziasztok, Zsíros Deszka vagyok, és mint ahogy ígértem, megyünk bevásárolni. Ezen felül egy kis érdekesség a bevásárló zacskókkal kapcsolatban. Változott a helyzet, és mégpedig olyan irányban, hogy megpróbálják ugye a szemetet egy picit csökkenteni, és ezt úgy próbálják, meg nem tudom, hogy ez be fog jönni vagy sem, de úgy néz ki, hogy ez működik, hogy fizetni kell a bevásárló zacskókért. Annak ellenére, hogy nagyon sokan tudják, hogy bevásárolni mennek, nem visznek magukkal a bevásárló táskát, holott illő lenne, meg szerintem mindenkinek kéne, hogy legyen otthon, és rengeteg hát ezt a normális kis vinil zacskót ugye használják, és most így törvénybe hozták azt, hogy minden egyes zacskóért fizetni kell. Na most ez már megint csak üzlettől változó, hogy mennyit kell fizetni. Nálunk a piacon 5 jen, aztán van ahol 10, van ahol 100 jen, nem tudom, hogy onnan még nem találkoztam, de lényeg, ami lényeg, hogy fizetni kell érte, és ugye, mivel hogy nincs ingyen, így aztán nagyon sokan úgy vannak vele, hogy akkor inkább hozzák a kis táskát magukkal, mint hogy kifizessenek 5 jent vagy 10-et. Elmegyünk előbb enni valamit, még mielőtt totálisan megéhezünk. Nem, már megéheztünk, és azért fogunk enni valamit. Zsíros Deszka 2020. Új év, új zene, mindent bele. Hopp, gyerünk! Stúdió gangster vagyok, a mikrofon a fegyverem. Lássuk, ki van velem, és lássuk azt is, hogy ki van ellenem. Egyszerű az ütem, egyszerű a szöveg, egyszerűen nem érdekel, ki mit löget. Nálam van a mikrofon, megmondom a frankót. Álljál sorba, te is kaphatsz egy kancsót. Na ki a fasz a gyerek? Ki itt a tuti? Nincs több ingyen reklám, te kis sunyi. Olyat üt a zeném, hogy beindul a buli. Kiesik a szádból a rágó gumi. Ez a bezsírozott rap, nem kell szerep, nem kell ennek szerek. Anélkül is megy ez, hülye vagyok néha, lehet. Vagy csak megjátszom, ezt magad eldöntheted. A fél életem itt éltem Japánba le. Én ököllel ütök, nem kell szájkarate. Nem tudom mire vittem, vagy mire nem, de azt tudom, hogy nekem még van hitelem. A műsort a páholyból figyelem, a csicskákat a sorból kiszedem. Ha ki sokat ugrál, nagyot eshet. Osztottam a lapot, remélem vetted. A siker nem örök, nem vagyok lökött, de soha nem feledem, hogy honnan jövök. Voltak az utamon mindig rögök, de az ilyen gyökerekre csak egy nagyot köpök. Stúdió gangster vagyok, a mikrofon a fegyverem. Lássuk, ki van velem, és lássuk azt is, hogy ki van ellenem. Stúdió gangster vagyok, a mikrofon a fegyverem. Lássuk, ki van velem, és lássuk azt is, hogy ki van ellenem. Ha dicsőség a bokorba nem terem, ha célba veszlek, onnantól nincs kegyelem. Rá-tá-tá-tá-tá, röpködnek a rímek. Dobom a fakkot, dobom az ívet. Hit nincs díszlet, húzom a prímet. A valóságot látod, nem egy filmet. Kupacba verődött a csürhe. Nincs feladó, de tudom ki küldte. Próbálnátok mocskolni a nevem, mindenféle szart írtok rólam a neten. Tudom, tudom, nem az irítség vezet, de a pénzemről beszélsz, mindenki nevet. Nekem nagyjából megvan minden, mindig tudtam, soha nem hittem. Mindent becsületesen végigvittem, soha nem kellett ülnöm a sitten. Stúdió gangster vagyok, a mikrofon a fegyverem. Lássuk, ki van velem, és lássuk azt is, hogy ki van ellenem. Stúdió gangster vagyok, a mikrofon a fegyverem. Lássuk, ki van velem, és lássuk azt is, hogy ki van ellenem.
Nos, kacok, egy szimpla bevásárlás volt, amit csak úgy mindig is szoktunk, és remélem, hogy azért tetszett. Nagyjából úgy megpróbáltam megmutatni az árakat, hogy mi mennyibe kerül. Ja, vettünk tejet, kenyeret, húst, halat, még dinnyét is vettünk. És nagyjából olyan 21 ezer valamennyit fizettünk, tehát úgy nagyjából, hogy tudjátok, hogy mi mennyibe kerül. Köszönöm, egy stukkot! Ne felejtsetek oda lájkolni, ezt direkt mondtam fordítva, és remélem, hogy találkozunk a következőben. Sziasztok!